A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház aktuális évadának kétségtelenül az egyik legizgalmasabb produkciója, a Lavina, Tuncer Cicinoglu kortárs török színpadi szerző drámája. Izgalmasnak mondhatjuk egyfelől azért, mert egy egészen szokatlan, az emberi értékrendet, szabályalkotást és szabadságvágyat szélsőségesen leképező, ugyanakkor a jelenlegi törökországi társadalmi valóságra is rezonáló színű. Másfelől meg színreviteli megoldásai miatt izgalmas. A rendező, kedves emőke és munkatársai, a díszlet és jelmeztervező Dorothea Iordanescu, a projekció tervező Lucian Maximilian Matei és a világítás tervező Stefan Iordanescu egy jószerével hermetikusan lezárt, a valóságból a fantázia idejébe és terébe telepített világot valósított meg. Bizim Doğu Anadolu'da. Otthon, Törökországban van egy színházi rendező barátom, Yusuf Kurcsenli, aki Kelet-Anatóliában forgatott egyszer egy filmet, és ott talált egy falut, ahol az emberek nem beszélnek hangosan, nem kiabálnak, nem énekelnek, mert ezen a környéken állandó lavina veszély van. Ennyi az alaphelyzet. De hogy ebből színű legyen, ezt a települést és ezt a helyzetet metaforává kellett változtatnom. Nyilvánvaló szimbólum értéke lehet annak, hogy ilyen körülmények között a vélemény, a szólás, a nyilvános szabadság hiánya rendszerkritikai eszközként működhet. Adva van egy rendszer, amely nem engedi a szabad megnyilvánulást. Sajnos ez az alaphelyzet megint egyre erősödik, mégpedig nem csak pár elszigetelt helyen, hanem globálisan. A dráma első változatát még 2001-ben írtam, és ismerőseim azzal kedveskedtek, hogy talán a 21. század elő egyik legfontosabb darabja lehet. Tuncer Cicinoglu a kortárs török drámairodalom egyik legtöbbet játszott szerzője. Műveit több mint 40 nyelvre lefordították, és a világ számos országának színházaiban játsszák. A Lavinát már Bukarestben is bemutatták. 2010-ben Radu Afrim rendezte a Nemzetiben, természetesen románul. A magashegyi települések állandó veszélyben vannak. Egy apró zajra, puskalövése vagy kiáltása több száz tonna hó indulhat el, és óriási buldózerként gyalulhat le mindent, ami az útjában áll. A szereplők suttogva beszélnek, nincs kutyaugatás, kakas szó sem jelzi a hajnalt, és nem horkol senki. A csendre a legnagyobb kincsükként vigyáznak. Ezért a kedves emőke féle változatban a nézők is csak azért hallhatnak valamit a suttogott párbeszédekből, mert a terem bejáratánál fülhallgatót kapnak. A hangszigetelést fólia sátor fokozza, a színpad és a nézőtér között tehát átlátszó nylon felület feszül. A darab egyik főszereplője, a fiatalasszony várandós, és fennáll a veszélye annak, hogy időnap előtt szülni fog. Mindenki tart tőle, hogy a lavina veszély lejárta előtt jelentkeznek nála a szülési fájdalmak. A fiatal anya oda van a félelemtől, mert a faluban mindenki tudja, hogyan járt korábban az az állapotos asszony, akinél a megengedett 3 hónapos időszak előtt kezdődött volna meg a szülés. Minthogy akár a szülőnő kiáltozása, akár a gyermek sírása elindíthatja a lavinát, a szülés előtt az asszonyt élve elföldelték. A férj azt hiszi, vagy azt akarja hinni, hogy asszonya nem kezd vajudni a hóolvadás előtt, és azt tervezi, elköltöznek a faluból, hogy félelem nélkül nevelhessék gyermekeiket, és majd csak akkor tér vissza, amiként ez szokássá is vált az évszázadok során, amikor már megöregedett. Vagyis hazatér a halált várni. Különben csak látogatóban jár majd a faluban, amikor annak idejét érzi, illetve amikor el kell látnia a faluban maradt öregeket a télire szükséges dolgokkal. A félelem elveszi az ember eszét, mondja. Tehát nem akarja, hogy a gyermekei is félelemben nőjenek fel.
Şimdi aslında tabii bunu bir süreyle bağlamak. Ezt a drámai helyzetet természetesen nehéz egy bizonyos korral, vagy egy bizonyos térséggel azonosítani. A három hónapos hangos, vagyis gondtalan időszak egyáltalán nem jellemző a szabadsághiányos helyzetekre, de ez természetesen szükséges volt ahhoz, hogy a metaforikus modell működőképes legyen. A valóságos tilalmi rendszerekben az erőszak és az elnyomás valójában folyamatos, és nincs szünet, nincs felengedés. Gyugyenoglu drámája másfelől a bizalom, illetve a csalás síkját is megérinti. A korábban jelentkező szülés a fiatal apát banális, kínos számtankodásra készteti a hónapokkal, úgy érzi, e végveszélyben sem fölösleges asszonya hűségét firtatnia. Ezen közben az idősebb nemzedékben is ott a viszály. Az öregasszony állandóan felrúja az öregnek, hogy véget nem érő szenvedésre kényszerítette őt. Világéletében beteget kellett játszania, úgy kell most is tennie, mint aki járni sem képes. A próba folyamat része volt az is, hogy a szövegen változtattunk helyek közzel, vágtunk ki szerepeket, ötvöztük kicsit a két fordítást, amit Zseránszky István készített, és amit Szőlősi Balázs készített, és hát hangszereltük a mély szükségleteinkre, de azt hiszem, hogy ez minden próba folyamatban megtörténik. Nehézség az mindig akad a műfordításban. Vannak olyan kifejezések, különösen a török nyelv azt szeret, ahogy egyébként régen a magyar is nagyon szeretett, de közmondásokban, szólásokban fogalmazni, még sokkal jobban, mint a magyar mostanában, és ezeknek azért így néha nehéz az értelmét átvinni. Vannak olyan szavak, kifejezések, amik nem nincsenek igazából szó szerinti fordítások. Ami nekem nagyon tetszett, az volt, ahogy egyébként a szerző is nagyon komolyan vette a fordítást, és azonnal mindig válaszolt a kérdéseimre, illetve a rendezővel is átvettük a darabot, megnéztük, ő is kérdezte, hogy ez most pontosan itt mit jelenthet, és így egy ilyen elég intenzív fordítási folyamat volt, ahol egyrészt a szerzővel is az ő meglátásait is meg tudtam jobban érteni, illetve a színházi színpadra adaptáláshoz is én is magam is bele tudtam segíteni valamennyit talán a munkába. Igazából nem olyan hosszú a szöveg, tehát ez már szövegként, ugye aki látja a darabot, majd látja, ugye itt arról is van szó, hogy ugye csöndben kell lenni, úgyhogy hosszú, csendes részek vannak benne, ahol igazából csak szerzői instrukciók vannak arról, hogy mi történik, és ezek ilyen hosszú, elnyújtott jelenetek. Én egy másik fordító ismerősömön keresztül, aki szép irodalmat annyira nem fordít, ő rajta keresztül, tehát ő ajánlott engem tulajdonképpen, mint aki irodalommal is foglalkozik egyébként is, és szeretek ilyen műfordítási projektekbe beszállni, úgyhogy így igazából nagyjából egy ilyen körülbelül egy hónap alatt, mivel hogy tényleg nagyon intenzív volt, ez egy körülbelül, nem is tudom, hát mondjuk, hogy egy 25 oldal talán, de izgalmas részletek vannak benne azért, amiket meg kellett oldani, meg kellett fejteni. Amikor elkezdesz egy próbafolyamatot rendezőként, már nagyon sokat dolgozol a szövegen, előkészíted a koncepciót, megvan a díszlettervező, megvan a díszletterv, és van egy alapcsapás, amin elindulsz általában. Nálunk ez az alapcsapás nem volt nagyon hangsúlyos az elején. Azt hiszem, hogy számomra ugye az első hét után körvonalazódott ennek az egésznek a világa. A suttogás, a hangizolálás, a fülesek, az, hogy el szeretném a nézőteret és a játékteret választani, azt, hogy lesz egy reális éve az előadásnak, és hogy lesznek ebben kiemelt, fontosabb hangsúlyok. Az első hét után született meg a videóprojekció ötlete, és onnan már ráálltunk arra, ami az előadást adja. Onnan már mindenki tudta, hogy mi a dolga. Ezt le kellett vezényelni
meg a VK-t rájuk kellett tenni. Tehát a suttogást, az egésznek a tartását, ezt meg kellett tartani kívülről, viszont az egész hangzásvilágot és az egész képi világot oda kellett képzelni a próba folyamat alatt, mert mi mindent az utolsó pár napban tudtunk kipróbálni. Tehát a projekciókat, azokat párhuzamosan készítettük, és amikor elkezdtünk fülesekkel dolgozni, amikor már áttétes hangot kaptam én a fülembe, akkor kezdtük rátenni a vizuális világát is az előadásnak, és valójában az utóbbi napokban kapta ezt a textúráját az előadás. Előtte megcsináltuk a színészekkel a 80-90%-át, ami a fő gerinc. Az, hogy Magyarországon még nem játszották a Zsuzsanulu darabokat, ezt őszintén szólva én nem tudom megmondani, hogy miért van így. Én egyébként fordítok, de színházhoz úgy olyan nagyon nekem nincsen közöm. Török darabok nem igazán jellemzőek a magyar nyelvű színházakban sem, úgyhogy én nagyon örültem ennek a felkérésnek. Gondolom azért gondolták, hogy legyen egy új fordítás, hogy akár összevessék ők, én nem tudom ennek se a hátterét pontosan. Egy nagyon, nagyon szép és érdekes munka volt ez így a szerzővel együtt beszélve is róla, tehát folyamatosan kommunikáltunk közben. Az, hogy a magyar színházak talán most akkor felfigyelnek a szerzőre, és egyébként tényleg nagyon jó darabjai vannak még ezen kívül is. Van az előadásnak egy alapvilága, egy alaprendszere. És az, hogy nem létezik az egyéni akarat, nem létezik semmi, ami nem biztos, ami nem konkrét, és aminek nincsen kőbevésett hagyománya. Nálunk azt látjuk, hogy a kőbevésett hagyomány kezd meginogni alapjaiban. Vannak olyan hangsúlyok ebben a zenében, hogyha az előadás egy zene, akkor vannak olyan hangsúlyok, amik az alapfalu életét kérdőjelezik meg. Az, hogy ez a rendszer, amit látunk, érvényes vagy nem érvényes. És a fiatalok és az új élet az ami a halált, vagy a rettegést, vagy a beláthatatlant fölülírhatja nálunk, azt hiszem. Megindul a lavina. Az előadásnak több ideje van a darab, lineárisan van megírva, egy pár óra alatt történik. Számomra fontos volt az, hogy ebből a linearitásból kiemeljünk bizonyos dolgokat, bizonyos mozzanatokat, bizonyos jeleneteket. Az eredeti szöveg több térre van írva, több szobára, konyhára, fürdőszobára. Én ezt egybe hoztam, ezzel is szugerálva azt, hogy mennyire kényelmetlen és mennyire nehéz itt élni. És úgy lett megoldva, hogy van egy reális sík, utána vannak a kiemelt, szűkebb jelenetek, ami egy kicsit ilyen hiperrealizmushoz hajazhat, ami a nagy jelenből ki van nagyítva. Tehát azt hiszem, ezt az előadást úgy kell teljesen elképzelni, hogy a kamera oda megy, oda zoomol, ahová szeretnénk, ahová szeretné a néző, vagy ahová szerette volna a rendező. És ezek a zoomok, van a reális világ, és van a zoomolt világ, és erre még rájön egy lassított világ, ami az egésznek a kiemelése. Azoknak a azokban a pontokban van lassítás, ahol ez a két sík találkozik. Ahol ott van a reális világ is, de viszont nem reális időben történik. Şimdi burada tabii olay doğrudan doğruya şu. Bir sistem kurulmuş.
A darabban megformált rendszert a vezető réteg hozta létre, ez a rendszer teszi tönkre az asszonyt. A diktatúrák alaphelyzete ez. Az azonban nem olyan magától értetődő, hogy a diktatórikus rendszert létrehozók a maguk szabadságát is leszűkítik. Az igazi szabadság feltételezi a gondolat és az önkifejező szabadságát, a párt alapítás szabadságát. A szabadságnak végső soron az is része, hogy jogod van a magad lehetőségei szerint megváltoztatni a világot. De ebben a szisztémában, mármint a színmű rendszerében, ez egyáltalán nem lehetséges. Az asszony nem találhat alternatív módot, hogy megszülje gyermekét. Nem lehetséges semmilyen, még oly tökéletes hangszigetelés, nem ragaszthatják le a száját. Egyszerűen semmit nem tehet, mert annak a rendszernek a része, amely a gondolkodás lehetőségét rekeszti el. Azt hiszem, hogy a korlát a lényeg, a határ, amíg lehet élni szabadon, vagy nem lehet, vagy meg kell alászkodni valaminek. Egy olyan társadalmat látunk az előadásban, ahol teljesen hiányzik a szabadság, hiányzik az önkifejezés, hiányzik mindaz, ami boldoggá tehet. Azt látjuk, hogy nagyon durva korlátokban élnek, nem tud senki szabadon megnyilvánulni. Sokat beszéltünk a színészekkel arról, hogy hogyan történhet ez a 9 hónap, mi az, ami egyáltalán örömet okozhat nekik. És rájöttünk, hogy minden apró mozzanat az, ami örömet okoz. És hogy azt hiszem, hogy nem is a szimbólumok a fontosak, hanem az ahogyan a szép, apró mozdulatok lesznek nagyon hangsúlyossá. Tehát minden, ami a reális életben a figyelmünk mellett elmegy, ebben a világban értelmet kap, ebben a világban kifejezésforma lesz. Ebben a világban kifejezésforma lesz az, hogy egyet sóhajthatok. Kifejezésforma lesz az, hogy a párnába belenyomhatom a fejem. Kifejezésforma lesz az, hogy egy cérnába, amint tekerek egy cérnát, jelentsen az bármit, beletehettem azt a feszültséget, ami fel van gyűlve bennem az egész folyamat alatt. Türkiye'de 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. 2016. július 15-én Törökországban, amint tudják, volt egy puccskísérlet, amit elfojtottak. Bizonyos dolgokat azóta sem tisztítottak meg. Az állami színházakban például azóta is vannak haszonélvezői a rendszernek, akik zavartalanul dolgozhatnak az állami propaganda szája íze szerint, és ez Törökországot igen rossz színben tünteti fel a nemzetközi szakma előtt. Amit én egyelőre egyedül tettem, az, hogy a darabjaim előadási jogát visszavontam. Tudniillik, évente 1-2 darabom színre kerül az állami színházakban. De mindaddig érvényben marad az előadási tilalom részemről, amíg meg nem tisztítják az állami színházak vezetői környezetét. Sajnos a szabadságjogokat a mai napig sem állították helyre az országban. Olyanokat vádolnak meg Fethullah Gülen mozgalmának támogatásával, akik nem is voltak azok. Mi tehát, török értelmiségiek, nagyobb demokráciát szeretnénk. Nekem azonban úgy gondolom, a darabjaim bemutatásának tilalmán túl nem igen van más eszközöm a tiltakozáshoz. Çaremiz kalmadığı için benim oyunlarımı çektim. Etkili olur diye umut ediyorum. A darab voltaképpen tragikomikus vázra épül, a végkifejlet pedig kétség kívül árnyat vett Törökország civilizációjára. De ki tudja, hány helye van még a földgolyónak, ahol meg kellene érteni. Megoldást találni az élet kérdéseire fontosabb, mint a múltból örökölt, érthetetlen és olykor halálvezérelt törvényeknek alárendelődni. A drámai feszültség végül is az épp megszületett csecsemő sikító sírásában oldódik fel, ami után nem következik semmi borzasztó. Nem indul meg a hó, feltartóztathatatlanul folytatódik az olvadás.
sem a világ, sem az élet nem csinált törvények, nem a közösségre hivatkozó embertelen jogszokás alapján marad fenn.